Interaktív műsort adott előtti csöppet és hangyalevi gyerekeknek a Hagymaházban. Az 50 perc a föld körül című zenés előadás során a gyerekeket is bevonták az éneklésbe, és a színpadra is felhívták őket, hogy együtt adhassák elő a dalokat. Nagyon sokat foglalkoztatjuk a gyerekeket. Valójában szinte minden dalban van valami olyan feladat, amit vagy közösen, vagy valaki följön a színpadra, és velünk együtt, vagy tényleg mindenki együtt. Tehát nagyon-nagyon foglalkoztató. Nem egy olyan műsor, hogy mi szépen elénekeljük a dalokat, és ők meg meghallgatják, hanem sok szerepük van benne. Mindegyik dal valamilyen, a világnak valamelyik olyan szegletéből, nem maga a dal, hanem inkább a stílus, a hangszerelése, tehát van afrikai jellegű, van ázsiai, van eszkimó dalunk, van dél-amerikaihoz hasonló. Tehát a helyzet az, hogy beutazzuk úgy a világot a gyerekekkel, hogy egy-egy dal a világnak egy-egy olyan részéről szól, ami talán érdekes lehet. Spanyolország, Bikaviadal, mindenféle érdekességek lesznek. Ez egy nagyon régi álom vált valóra nálam 26 évvel ezelőtt. Egyszer csak úgy ébredtem, hogy én gyermekműsorokat szeretnék csinálni. Olyan jó fölemelkedni a gyermekekhez, szoktam mondani. A hangyelő jelen pillanatban a negyedik és egyben utolsó hangja a sorban, tehát három elődjét élte túl, és innen jött. Egyszer, tehát kellene két mókás figura, hogy a Lafontaine mesét azt mindenki tudja, és akkor Tücsök és Hangya, és már akkor keresztnevünket, Tücsök Peti Hangyalevét használjuk. Délután 10 órától óvodásoknak, délután 3 órától iskolásoknak tartottak műsort. A fellépés után a Hagymaház aulájában a gyerekek rajzokat készítettek a mesékről.